Kézenfogva vezeti apja a Matula rideg világába Vitai Georginát, az internátus zárt udvarán a címadó titokzatos szobor fogadta a főhőst. Szabó Magda klasszikusát, az Abigailt fordította le legújabb darabjában a tánc nyelvére a Győri Balett, melynek fotós főpróbáját a premier előtt egy nappal kedden este tartották. A koreográfiát Szőlősi Krisztina készítette, aki tavaly óta az együttes próbavezető asszisztense. A tehetséges alkotónak ez az első önálló munkája a Győri Balettnél. Elmondása szerint jól tudott azonosulni a történettel. Amikor megtudtam, hogy ezt tűztük műsorra, akkor rögtön tudtam párhuzamot vonni kicsit az én múltammal is. Én gyerekkoromban Bécsben kezdtem a balettiskolában, 9 évesen kerültem ki, és ugyanez az érzés elfogott, amikor megtudtam, hogy ezzel foglalkozhatunk. Úgyhogy kicsit tudtam azonosulni azzal, hogy milyen érzés lehet egy olyan közegbe kerülni, ahol nem biztos, hogy értik még, hogy én honnan jövök, vagy hogy honnan érkezik Vitai Georgina is ebbe a történetbe. Úgyhogy nagyon tetszett ez a választás. Szőlősi Krisztina munkáját Csepi Alexandra dramaturg segítette. Azt már a Győri Balett követői megszokhatták, hogy a társulat cselekményes darabjaiban minden mozdulatnak, díszletnek, fénynek, hangnak komoly jelentése van. Ez az Abigail esetében sincs másként. A dramaturg és a koreográfus bár először dolgozott együtt, olajozottan ment a közös munka. Az a megtiszteltetésért, hogy Szőlősi Krisztinával dolgozhattam most együtt, ez azért is különleges, mert az első női alkotó, úgymond az én életemben is. Szerencsére azonnal egy hullámhozra kerültünk, és az, hogy kifejezetten az, hogy az Abigailen, Szabó Magda darabján dolgozhatunk, ez pedig egy külön öröm volt számomra. Dinamikus, lendületes, elgondolkodtató. A fiatalos látásmód nem idegen a Győri Balettől. Velekei László igazgató bátran ad lehetőséget fiatal alkotóknak, több esetben már a társulat művészei koreográfusként is bemutatkoztak. Igazgatóként azt gondolom, hogy azt éreztem, hogy igen, akkor most lesz 2-3 hetem egy picit nyugisabb, de nem jött be, hogy rendkívül sok minden történt a társulattal, és nagyon fontosnak tartottam, hogy abszolút szabad kezet adjak Krisztinek is, és hatással legyen a társulatra. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt is, hogy időnként más szem és más hatás is foglalkozzon ez együttes, egy kicsit faragja őket. A következő 2,5 hónapban 55 előadása lesz a társulatnak. A 19. Magyar Táncfesztiválon újabb 2 bemutatóval készül a balett, melyet Sebestyén Bálint és Daichi Uematsu koreografál. Aktív és izgalmas időszak vár tehát az együttesre, az Abigailt pedig híradónkkal egy időben mutatják be a nagyközönségnek.